hazának szüksége van rád, állj be katonának. Hölgyem. Biztos, hogy 18? Miért többnek tűnök? Albert a Scrub. Elírták a nevet. Igazából Albert a Scrub. Edmund, azt mondtad, segítesz bevásárolni. Na majd legközelebb, fecskös. Fecskös? 2 év lehet közöttük. Én király vagyok. Mennyit csatáztam a seregeim élén. Egy másik világban? Igen, de most itt kell élnem, ahogy csak Justus Scrubbal csatázom. Nagyon megérdemli a nevét. Mit csinálsz? Semmit. Na menjünk! Kedves naplóm! Ma van a 253. napja, hogy idétlen unokatestvéreim Edmund és Lucy ide költöztek. Nem tudom, meddig bírom még ezt a közösködést velük. Bár úgy bánhatnánk a rokonainkkal, ahogy a rovarokkal. Akkor minden megoldódna. Akkor csak feltűzném őket egy gombos tűre. Megjöttünk! Utána járni. Mik a rokongyilkolás legális formái? A nyugati frontról éppen most érve. Harold bácsi, kerestem sárgarépát, de megint csak fehéret találtam. Ne főzzek egy levest. Alberta néni mindjárt itt lesz. Harold bácsi! Papa! Edmund nyelvet öltött rád! Na megállj! Papa, megver! Edmund, nézd! Susan írta! Bár csak itt volnátok. Mennyi minden történt már velünk. Persze nem olyanok, mint Narniában. Amerika izgalmas hely, de apát szinte alig látjuk. Rengeteget dolgozik. A múlt héten... Egy tengerésztiszt meghívott a konzulunk Tea délutánjára. Igazán jóképű fiú. Én is tetszem neki. A németek miatt most nem tanácsos utazni. Nehéz a helyzet. Nem baj, hogyha még néhány hónapig ott kell maradnotok. Néhány hónapig? Ezt hogy éljük túl? Csak hallgass. Te különlagsz, én viszont ezzel a halszájúval. Susan és Peter nagymázlista. Milyen jó nekik. Igen, ők nagyok, mi meg kicsik vagyunk. Mi nem számítunk. Szerinted hasonlítok Susanre? Lucy, láttad már ezt a hajót? Igen. Olyan, mint egy narniai vitorlás. Olyan. Erről is csak az jut eszembe, hogy itt vagyunk. Pár gyerkőc elképzelt valami Narniát, és azóta játsszák ezt a komédiát. Hadd csapjam le! Ne! Nem tudsz kopogni? Itthon vagyok. Miért kopognék? Kopogj te! És miért olyan nagy szám az a kép? Förtelmes. A másik szobából nem látszik. Edmund, olyan, mint a hullámzana a tenger. Beszélsz össze-vissza. Ez van, amikor valaki egyfolytában csak ostoba tündérmeséket olvas. Volt egy fiú neve Justus. Azt hiszi bölcs, te csak úgy tesz. A bomba meseolvasók szörnyű terhet jelentenek az olyanok számára, mint én, akit a tények érdekelnek. Terhedre vagyunk? Hónapok óta a kis ujjadat sem mozdítod. Elmondom a papádnak, hogy te loptad el a néni cukorkáját. Hazudsz! Hogy tényleg? Edmund, a festmény! Ott volt az ágyad alatt, és képzeld, megnyaltam az összeset. Ó, akkor megfertőztél! Mi a fene ez? Lucy, szerinted... Egy ócska trükk! Megmondok a mamának! Mama! Mama! Na mindjárt összetöröm! Ne, Justus! Ne! Ne, Justus! Hagyd azt már! Engedd már el, Justus! Tedd el, jó? Engedd már el! Thank you.
küldtök ide? Arról fogalmam sincs. Caspian! Edmund! Örülök, hogy látlak. Hát még én. Nem hívtál bennünket? Nem. Én most nem. Hát, bárhogy történt, én örülök neki. Szedjétek le rólam ezt az izét! Szedjétek már le rólam! Cincs, vitéz! Felségek. Szervasz, cincs. De örülök. Hát még én hogy örülök. De mondd, mi legyen ezzel a hisztérikus betolakodóval? Az az óriás matkány le akarta dépni az arcomat! Csupán a vizet próbáltam eltávolítani a tüdődből, uram. Ez beszél! Láttad? Hallotta valaki? Ez beszél! Folyton beszél. Inkább elhallgattatni nehéz. Mihelyt nincs mit mondani, királyom. Én ígérem, hogy nem is mondom. Nem tudom, miféle varázslat ez, de fel akarok ébredni most, rögtön! Mi lenne, ha visszadobnánk? Nem akarok tovább ilyen ezelőtt kalózom fogságában. Edmund! Azonnal mondjátok meg, hol a csodában vagyok! Tehát a hajnalvándoron, a narniai flotta első hajója. Valami rosszat mondtam. Éleszt fel, jó? Igenis, kapitány. Emberek! A hajótöröttjeink! Edmund az igazságos, és Lucy a merész. Narnia ősi uralkodói. Lucy. A gyógycseppek! A tőröm! Ó, szabad? Hát persze. A tiéd. Peter kardja. Igen. Megőriztem neki. Éve. Most már a tiéd. Nem, a tiéd. Peter neked adta. Ezt viszont neked őriztem meg. Kösz. Az északi óriások hamarosan megadták magukat, és a Calormeni seregen is győzelmet arattunk. Béke van egész Narniában. Béke. 3 év alatt. És királynét találtál magadnak azóta? Nem. A nővérethez nincs fogható. Várjunk. Ha most nincs háború, és senki sincs bajban, mi miért vagyunk itt? Hát, jó kérdés. Én is ezen gondolkodtam. Most hová tartunk? A nagybátyám annak idején el akarta pusztítani atyám leghűségesebb barátait. Telmár 7 lordját. A magányos szigetekre menekültek. Azóta nincs hír róluk. Történhetett velük valami? Hogyha történt, azt ki kell derítenem. Mi van a magányos szigetektől keletre? Ismeretlen vizek, és sosem látott lények. Tengeri kígyók, sárkányok. Ez komoly. Jól van, kapitány. Elég a Dajka mesékből. Hol a tenger íze méz, ég a vízzel összenéz. Tudd meg, hős cincs vitéz. A nap, hol égre lép, sajkán, a célba ér, ne félj. Köszönöm. Egy driád énekelte még kölyök koromban. Nem tudom, mit jelenthet, csak a szavakra emlékezem. Szerinted mi lehet a szigeteken túl? Úgy tudom, hogy a keleti tengeren túl csak a világ vége van, Ászlán országa. Szerinted valóban létezik? Nos, nincs egyebünk, csupán a hit. Gondolod, hogy odahajózhatunk? Erre csak egy módon kaphatunk választ.
talán kiérdemlem, hogy eljussak oda. Királynő. Legvégéig. Leesünk a peremén? Ne izgulj, Lucy. Az még jó messze van. Már megint beszéltek össze-vissza. Jobban vagy már? Igen, de nem miattad. Szerencsére vas szervezetem van. Ugyanúgy fortyogsz, mint korábban. Nem szédülsz már? Nem szédültem. Csak kicsit meglepődtem. Mama szerint szilárd a lábam. Akár a jellemem. Nos, a jellem rá nem jellemző. Közlöm veletek, mihelyt találok valahol egy angol konzulátust, azonnal panaszt teszek emberrablásért. Emberrablásért? Ez tréfás. Hiszen megmentettünk. De fogságban tartotok. Ha, tényleg? Abban a minden higiéniát nélkülöző lyukban. Az ott egy állatkert. Meglehetősen nyafka, nem? Ez csak a kezdet. Föld arra! Óvatosan a kormányjal. Igen, is uram. Igen, néznek, feltészünk. Magányos szigetek, Narrowhaven kikötője. Furcsa. Sehol egy narniai zászló. Ez mindig Narniához tartozott. Nagyon gyanús. Küldjünk előre egy csapatot. Trinian? Bocsáss meg, felség. De ezen a hajón Caspian király parancsol. Rendben. Eresszünk le néhány csónakot. Drinyár, válasz ki pár embert. Igenis. Davros? Csónakokat vízre! Viparlát behúzni, horgot beengedni! Előre! Pár az izgalmas ismeretlen! Nem várhattunk volna reggelig. Gyávaság a kalandok elő megfutamodni. Különös. Miért nincs itt senki? Gyere már, kocsonya. Magam is elboldogulok. Biztos, hogy a vérrokonod? Vitéz, maradj itt Drinian embereivel őrködni. Körülnézünk. Ha hajnalig nem térünk vissza, küldj erősítést. Igenis, felség. Igen, tényleg nincs senki, visszamehetünk? Nem jönnél ide? Örködni? Vagy valami? Ja, de... Jó ötleted mond. Igazán... logikus. Örködöm.
hogy... Rabszolgakereskedők. Mia, vigyázz! Ha nem akarjátok, hogy megint úgy visítozzon, mint egy kis malac, dobjátok el a fegyvereiteket. Kis malac! Rajta! Tedd csak le! Eustace! Bilincset rájuk! Na, add a kezed! Ereszter, hallod? Ezeket a piacra visz. Ereszteltek el! Azt a kettőt meg a börtönbe. Hallgass már ide, te ostoba! A királyotok vagyok! Ezért megfizetsz! A helyzet az, hogy valaki más fog fizetni. Értetek? Lucy! Jól vagy? Jól. Reménytelen. Sose juttok ki. Ki vagy te? Senki. Csak egy hang a fejemben. Lord Byrne? Az voltam. De már nem érdemlem meg ezt a címet. A hét lord egyike? Az arcod. Emlékeztetsz egy királyra, akit szerettem. Az édesapámra. Ó, jó uram, bocsáss meg neked. Ne, kérlek, kérlek. Feláldozták őket. De hová tűntek? Senki sem tudja. A köd először keleten tűnt fel. Nyomba veszett több halásznak és kereskedőnek is. Mi lordok megegyeztünk. Elpusztítjuk bármi is az, ami árasztja. Útra keltek, de nem tértek vissza. Hogyha nem adnak el a rabszolgakereskedőknek, a köd áldozatai lesztek. Keressük meg Lucyt. Amíg nem késő. Adok 60-at! Én meg 80-at! 100-at adok a kis hölgyért! Én meg 120-at! 150-et adok! Ki ajánl többet? Többet! Már ez is sok! El kell! Gyerünk, mozgás!
Mozgás! Hímet, tessék, itt van! Ez a remek példány! Kiajánlom, itt! Tessék csak! Bárnyaszletnek tűnik, de... Jó, erős! A szaga az erős, akár a bikaparna! Hát ez aljas rágalom! Kétszer is nyertem higiénia versenyt! Rajta, licitálom már valaki! Megszabadítalak tőle! Megszabadítalak az összestől! Köszönöm szépen! Tudtam, hogy jössz! Királynő! Országban evezni sem kell! Engedd el, Dénia. Kérlek, figyél magaddal. Kér! Veled megyek! Nem kér, te itt maradsz. Jó hajós vagyok. A tengeren nőttem fel. Rendben, jöhetsz. Köszönöm. De papa! Becsaptalak én valaha. Most légy jó. Királyom! Királyom! Ezt még édesapádtól kaptam. Éveken át őriztem egy barlangban. Régi narniai kard. Még az aranykorból való. 7 ilyen kard létezik. Aszlántól kaptuk, hogy megvédjük Narniát. Atyád a gondjainkra bízta. Íme a tiéd. Mindig védelmezzem. Köszönöm, jó volt. Visszahozzuk az embereket. Edmund. Kedves naplóm, különös események történtek. Unokatestvéreim elraboltak, itt sodródom ismeretlen tengereken egy nyikorgó lélekvesztőben. S ami még rosszabb, valami egérfajzat a hálótársam. És még azt hittem, Edmundnál nincs rémesebb. Makacs téveszmény gyötrik mindazokat, akik a különös országban élnek. Zöldködökek, elveszett lordokat üldöznek. Ennek nyilván a rossz koszt az oka. Vagy pedig sült bolondok. Ez alól Edmund sem kivétel. Szabad perceiben egy bádó kardon dörzsölget, mint valami csodalámbást. Nagyon szép. Szegénynek ez a hobbija. Igazán király lesz. Kisebb méretben nincs. Bosszantó egy féreg. Edmundnál is lököttebb. Otthon csapdát állítunk nekik. Nem tudod, hol szerezhetnék ételt? Miért beszélsz ahhoz a madárhoz? Természetesen azt gondoltam, hogy...
Ez madarakkal cseverészik. Sőt, bolond, annyi szent. Az. Hes, menj el ide, menj! Lopni a hajón főbe járó bűn. Itt fent. Ja, te! Kevesebbért is öltek már. Na miért? Árulásért, lopódzásért, mindenféle sunyiságért. Na, add ide a narancsot és felejtsük el. Nem tudom, miről beszélsz. Engedd meg, hogy a... Jó, elegem van belőled. Ereszd el a farkat. Magától a nagy aszlántól kaptam. Senki, ismétlem, senki nem érhet hozzá. Pont, sőt, felkiáltó jel. Bocsánat. Most add ide a narancsot, aztán elégtételt veszek. Bocsánat, én Békepárti vagyok. En garde! Vigyázz! Bocsánat. El akarsz szekni? A hajón nem lehet. Kérlek, inkább beszéljük meg! Ez a lopásért, ez a hazugságért, és ez a mihez tartás véget. Ez már valami? Kezdődhet is a párbaj! Hopp! Na, gyere! Mutasd, mit tudsz! Itt! Itt a fiam! Ez az! Figyelj! Figyelj! Megcsapkod már, mint egy pityókás pelikán! Tartás! A pengédet fel! Fel! Ez az! Most? Igen! Itt vagyok! Most rendítsd a lábad! Nem a bald, a jobbad! Érted? Gyerünk! Kecsesen! Kecsesen! Ez tánc, fiam, tánc! Na rajta! Megint! Megint! Ez az! Ez az! Ez az! És itt a vég! Nézzétek! Gail? Mit keresel te itt? Úgy látom, van egy új matrózunk. Isten hozott. Királynő. Hívj Lucynek. Gyere. Na, mozgás, emberek! Munkára! Jó volt. Vívót faragok belőle. Nos, ha a talaj kicsit biztosabb, más eredmény születik. Nyilván. Lakatlannak tűnik. De ha a lordok keletre mentek, itt megálltak. Lehet, hogy csapda. De talán megtudunk valamit. Caspian? A parton alszunk. Reggel körülnézünk. Igenis, őrség. Ah!
nincs menekvés. Jól mondja. Félhet. Mik vagytok? Körtelmes, láthatatlan szörnyek vagyunk. Ha látnál minket, halálra rémülnél. Ja, halálra. Azt nem mondtad, hogy milyen nagyok vagyunk. Mit akartok? Azt teszed, amit mondunk. Azt teszi. Hát persze. Jól mondod, jól. Különben. Meghalsz. Meghalsz! De hát holtan nem sok hasznomat vennétek? Ez eszembe se jutott. Ez nem jutott. Jól mondod. Igaza van. Rendben, akkor csak a barátaidat öljük meg. Jó ötlet. Jó. Mit akartok tőlem? Be kell menned a nagy zarsok kastélyába. Milyen kastélyba? Ebbe. Odafent megtalálod a varázsigét könyvét. Elmondod a láthatóvá tévő varázsigét. Jól mondod, főnök, jól mondod, jó! Jó! Na indulj, ne totolyázz már! Ne feled, mi történik a barátaiddal, úgy vigyázz! Úgy. Bizony. Úgy áll. Miért nem mentek fel ti? Nem tudunk olvasni. És írni se, ami azt illeti. Számolni se. Nem. Akkor miért nem ezt mondtátok? Vigyázz, a nagy zsarnok igen zsarnok. A láthatóvá tévő varázsige, érted? Ne felejtsd el! Ne feledd! Ed, ébredj! Hmm? Ébredj, nézd! Lucy, hol van? Lucy! Ébresztő! Felkelni! Föl, emberek! Erre! Azonjatok! Gyerünk, lajhárok! Fogfájás elleni varázsige. Felejtő varázs. Hóhozó varázs. Ha felröbben e bűvös szó, már is hullani kezd a hó. Varázslat bájtat, szépséget, kellemet, halandó szebb nem lehet. Susan, mi ez a... Szépséges vagyok. Thank you.
Hadd legyek olyan, mint ő. Lucy! Lucy! Aslan! Aslan! A láthatóvá tévő varázsige. Sellők halk zenéje. Szellők lágy meséje. Láthatatlan tinta, álomból szőtt hinta. Caspian, Lucy tőre! Ne mozdulj, vagy béket! A fátyol fellibben. Látható már minden. Miféle lények vagytok? Nagyok. A fejünk egy tigrisé, a testünk egy... Másik tigrisé? Igen, igen. Ne húzzatok ujjat velünk. Miért ne? Mert szép van csakorlak. Én meg felnyársallak, hát agyarom már. Én pedig szétborzsollak a karmammal, széttéplek a fogammal. És agyonnyomsz a pocakoddal? Agyon. Pocak? Milyen pocak? Talpa tevelsz ránk? Mit tettél a hugommal, te töpörtyű? Na, nyugodj meg! Mondd, hol van! Igen, mondd meg! Rajta fönnök, mondd meg! Kastélyban! Milyen kastélyban? Oh, abban a kastélyban! Már elegem van abból, hogy folyton otthagy! Itt a disznó! A disznó is itt van! Na hát, ez a hely egyre furább. Furább? Ő hív minket furának. Itt jön a sardok, itt jön az elnyomunk. Itt jön az elnyomunk. Lucy! Felség. Caspian és Edmund. Ő Koriakin, ez az ő szigete. Azt csak hiszi. Becsaptál minket, varázsló. Dehogy csaptalak be. A láthatatlanság védett titeket. Védett, inkább elnyomott. Elnyomó. Dehogy nyomtalak el. De csak azért, mert nem is akartál. Menjetek. Menjünk. Mi volt az? Papír. Csak el nem mond nekik. De mik ezek? Ők a gyügyük. Gondolhattam volna. Hogy értetted, hogy a láthatatlanság védte őket? Csak így tudtam megóvni őket. A gonosztól. A ködre gondolsz? Arra, ami a ködöt irányítja. A sötétség szigete. Ott túlálkodik a gonosz. Bármilyen alakot ölthet. Valóra vágyja a legsötétebb álmodat. El akar pusztítani mindent, ami jó. Elrabolja a fényt a világból. Hogy állíthatjuk meg? Meg kell törni a varást. Ott az a kard. Van még 6 másik. Láttad őket? Igen. A 6 lord. Jártak erre. Valóban. Hová mentek? Ahová mondtam. Hogy megtörjön a varázs, kövessétek a kék csillagot Ramantu szigetére. A 7 kardot le kell fektetni Aslan asztalára.
Így szabadulhat fel igazi varázserejük. Vigyázzatok, ki kell állnotok a próbákat. A próbákat? Amíg a hét kard nem találkozik, a gonosz bármit megtehet. Bizonyosan megkísért majd mindenkit. Légy erős. Ne engedj a kísértésnek. Hogy legyőzd a sötétséget, előbb önmagaddal kell megbirkóznod. Borotvája sincs, és hálóköpenyben falangál napközben. Itt hánykolódunk a viharban, ebben a korhal tézsában. Remek! Tarts! Három fokkal jobbra! Igen is, uram! Két hete dobál a tenger, mint egy palacsintán, és szárazföldnek nyoma sincs. Hé, tarts! Egyetlen vigaszom, hogy mindenki ugyanolyan ramatyul van, mint én. Kivéve azt, aki beképzelt patkány. Ő az a fajta, akinek mindig félig tele van a pohara. Szóval, itt hánykolódunk. Az élelmünk és a vízünk legfeljebb két hétre elegendő. Ez az utolsó lehetőség, hogy visszaforduljunk felség. Nem hinném, hogy most megpillanthatjuk a kék csillagot. Ebben a viharban kereshetjük a szigetet, mint tűt a szénakazalban. Észre se vesszük, és a világ végén vagyunk. Vagy felfal minket valami kígyó. Az embereim egyre ingerültebbek. Különös vizeken hajózunk. Ilyen tengert még nem láttam. Akkor kapitány, ugye te közlöd a jó Rinszel, hogy nem folytatjuk a családja keresését? Megyek a dolgomra. De figyelmeztetlek, a tenger az elméket is elboríthatja. Mindenki. Változtassát engem, hiszen megérdemlem. Tégy ma csodát velem. Hadd legyek olyan, mint ő, szemed gyönyörködtető. Edmund! Igazán gyönyörű vagy. Mint mindig. Peter!
Kérem, kisasszony, szabad egy kép? Anya örülni fog. Együtt az összes gyereke. Mosolj! Várjunk, én hol vagyok? Vagyis Lucy hol van? Lucy? Na, az meg ki? Susan, mi a baj? Kérem, kis hölgy, szép nagy mosoly! Edmund, ez valahogy nem jó, vissza akarok menni. Vissza hova? Narniába. Hát ez meg mi az? Mi folyik itt? Hagyja abba! Lucy. Aslan. Mit tettél, gyermek? Nem tudom, de szörnyű volt. Te választottad, Lucy. Én nem akartam azt az egészet. Én csak szép akartam lenni, mint Susan. Csak szép. Éppen önmagadat tagadtad meg ezzel. A testvéreid nélküled nem ismernék Narniát, Lucy. Te bukkantál rá, emlékszel? Annyira bánt. Tudd, hogy mennyit érsz. Fogadd el magadat. Aslan! Vagy megbolondultunk, vagy valami játszik velünk. A lordok nem álltak meg itt. Hisz életnek semmi nyoma. Igaz. A parton az embereiddel keres ételt és vizet. Mi hárman körülnézünk. Vagyis úgy érted, négyen. Nem akarok a patkánnyal maradni. Ezt hallottam. Lapát. Ezt is hallottam. Nézzétek! Nem mi vagyunk itt az elsők. A lordok? Talán. Vajon mi lehet odalent? Derítsük ki! Mi az? Nem tudom. Olyan, mint valami szobor.
Nyilván beleesett. Szegény ember. Szegény lord. Restimar címere. Ott a kard! Az kell. Óvatosan! A kardod nem vált aranyjá. Mindkettő varázskard. Add! Nem is tudta, mi történik vele. Lehet. Vagy akart valamit. Miről beszélsz? Mit nézed annyira? Aki ezt a tavat ismeri, hatalmasabb a világon bárkinél. Lucy, gazdagok lehetnénk. Senki se parancsolna nekünk. Élhetnénk bárhol. Semmit se vihetsz el Narniából, Edmund. Ki mondja? Hát én. Nekem nem parancsolsz. Ugye erre vártál? Hogy kétségbe vonhasd a hatalmamat. Hisz te kételkedsz. Még kölyök vagy. Te meg egy gerinctelen báb. Edmund! Elegem van a második helyből. Először Peter, aztán meg te. Bátrabb vagyok mindkettőtöknél. Mert nálad van Peter kardja. Jogom van egy saját királysághoz. Jogom van uralkodni. Ha tényleg olyan bátor vagy, mutasd meg! Ne! Megőrültél! Mit csináltok? Tér észhez! Nem értitek, mi ez? Valami gonosz bűbáj! Megkísértett titeket! Koriakin is pontosan erről beszélt. Gyorsan menjünk innen. Na persze. Kövessünk egy sosem volt csillagot, hova is? Ramandud ura. És tegyünk 7 kést valami oroszlános asszalra. Dílisek. Mi az? Na végre, egy kedvező fordulat. Mit találtatok? Sziklás vidékes felség. Nincs sok növény. Justus hol van? Az biztos, hogy nem nekünk segít a rakodásban. Justus! Justus! Edmund, rossz érzésem van. Megkeresem. Veled megyek. Jó
Eustace! Eustace! Kincs. Az baj. Eustace. Ne! Ne vagy szegény. Sajnálom. Kisfiú volt. És magára hagytam. Mi történhetett vele? Ezen a helyen. Akármi. Nem ő volt az első. Ez Lord Octesian. Keressük meg a... kardját. Ez nem vulkán. Mindenki a fedélzetre! Híjászok! Fegyver gyorsan! Tette a kincs. Mindenki tudja, mennyire veszélyes. Legalábbis itt. Vissza lehet változtatni? Azt nem tudom. Hát nem fog örülni a mamája. Ne haragudj, hogy megbögtelek. Néha elragadtatom magam. A Joe-nokok készen állnak! Nem hagyhatjuk itt. Felség, a hajóra nem vihetjük fel. Drinian, ti menjetek vissza a hajóra. Mi meg kitalálunk valamit. Holnap reggelig. Nincs élelmetek. És nincs hol melegednetek, felség. Mit is mondtál? Ha, 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 ha,
Sose láttam még ezeket a csillagképeket. Én sem. Messze van a hazánk. Gyerekkoromban úgy képzeltem, apám vár rám. A világ végén. Lehet, hogy vár. Hiányzik a mamám. Tudom, hogy mit érzel. De ne félj, megtaláljuk. Honnan gondolod? Tudod, az ilyesmiben hinni kell. Aztán biztos segít. Miért nem segített, amikor elvitték? Megtaláljuk, ígérem. Valahogyan. Csak hogy elüssük az időt. Képzeld csak el, én találkoztam már sárkánnyal. Régen történt, nem is fontos mennyire régen. Kalózok közt éltem. Ott találkoztam egy nálad is vadabb sárkánnyal. Hogy jutunk erre a Mandu szigetére? Mintha valami nem akarná, hogy oda jussunk. Húzzátok! Együtt! Ha tovább éhezünk, sárkányt fogunk enni! Ne aggódj, Justus! Csak a holttestemen át! Vigyázz! Ha estig nem kötünk ki valahol, tényleg? A kötelekhez! Mi? Miért? Justus! Remek ötlet! Vajon a többi lord eljutott Ramandu szigetéig?
Étel. Várj! Lord Revelia. Lord Mavramor. Lord Argos. Lélegzik. És ők is. Valami varázslat. Az étel az! Hé, hey, ott a kőkés. Ez Aslan asztala. A kardok. Tegyük oda. Csak hat. Egy még hiányzik. Nézzétek! Nem vagytok éhesek? Ki vagy te? Liliandél vagyok. Ramandul leánya. A vezetőtök. Csillag vagy? És káprázatos. Hogyha zavar ez az alakom, megváltoztathatom. Ne! Tessék. Az étel rátok vár. Aslan asztalánál mindenki jól lakhat. Mindig. Lássatok neki. Ne! Velük mi történt? Szegény emberek már félig tébolyultan érkeztek ide. És veszélyt jelentettek egymásra. De erőszaknak nincs helye Aslan asztalánál. Így most alszom. Fölébredhetnek valaha? Ha minden rendbe jön. Gyertek, kevés az időnk. Koriakin beszélt a Sötétség szigetéről. Igen. A köd lassan mindent beborít. Ha a hét kard Aslan asztalára kerül, megtörik a varázs. Valóban így van. Csak hatot találtunk. Tudod, hol a hetedik? Oda át. Bátornak kell lennetek. Most induljatok. Találkozunk még. Égj bele.
lehet a ködön túl? A rémámaink. Sötét vágyak. Maga a gonosz. Tavros, nyisd ki a fegyvertárat. Uram. Hiászok! Felkészülni! Lámpásokat fel! Készüljünk. Ha nagy leszek, épp olyan leszek, mint te. Ha nagy leszel, épp olyan légy, mint te. Ha nem jutunk át ezen az akármin, tudd, a testvéremnek tartalak. Én is téged. Lemondtál a kardról. Nem volt az enyém. Csatold fel. De ez... Peter is így akarná. Itt vagyunk, barátok. Vár a nagy csata. Justus! Meg! Várj! Justus, állj meg! Várj! Várj meg! Nem tűröm, hogy most feladt. Egy nemes lovag soha nem hátrál meg. Nézd rám, amikor hozzád beszélek. Én egér vagyok. Te meg sárkány. A bőröd, akár a páncél, és tüzet okátsz. Gyerünk, a sorsunk szabad ív. Bármi történjék is itt. Ti megszolgáltátok, hogy helyet kaptatok a hajnalvándoron. Nagy utat tettünk meg. És sok mindent átéltünk, így együtt. Most is győzhetünk. Ne engedjünk hát a félelem csábító hangjának. Most a szívünk, a fegyverünk. A világunk Narnia léte múlik ezen. Gondoljatok az elveszettekre. És Aslanra. És Narniára. Narniáért! Semmit nem látok. Sűrű ez a köd. Nagy csalódást okoztál nekem. Ha a fiam akarsz lenni, viselked királyként. Igen.
Nem félünk tőled! Kik vagytok? Menjetek! Nem megyünk el. Engem nem győztek le! Caspian! Caspian, a kardja! Lord Roop! Nem uralkodsz rajtam! Fegyvert le! Hozzátok a fedélzetre! Segítsétek fel! Igenis, uram! Ne félj, uram! Távozz, démon! Nyugodj meg! Nem fogunk bántani. A király vagyok. Caspian. Caspian. Valóban? Miért jöttetek? Innen nincs menekvés. Gyorsan, el innen, mielőtt még nem késő. Itt van a kard, gyerünk. Megfordulunk Drinian. Igenis, felség. Ne gondolkozz. Te tudja meg, mitől félsz. Különben azzá válik. Jaj, ne. Edmund, mire gondoltál az előbb? Ó, ez szörnyű.
legyőzhetjük. Mindenki a fedélzetre! Elő a szigonyokat! Mindenki a fedélzetre azonnal! Nézd! Nézd!
oroszlán országa. Már közel lehet. Hát, ha eddig eljöttünk. Na és milyen volt, amikor visszaváltoztatott? Bárhogy igyekeztem. Egyedül nem sikerült. Akkor elindult felém. Kicsit fájt, de jó fájás volt. Mint mikor tüskét húzol ki a talpadból. Azt hiszem, sárkánynak talán jobb voltam, mint gyereknek. Nagyon szégyellem magam. Semmi baj, Justus. Nagyszerű sárkány voltál. Barátaim, megérkeztünk. Azonban véget ér. Ez a te országod? Nem, az országom oda át van. Atyám ugye ott van? Ezt egyedül te derítheted ki, fiam. De tudnod kell, ha tovább mész, nincs visszaút. Az apám nem lenne büszke rám, ha feladnám, amiért meghalt. Sok mindent elvettek tőlem, de sokat is kaptam. Egy királyságot. Egy népet. Ígérem, jobb király leszek. Már is az vagy. Gyerekek, azt hiszem, itt az ideje, hogy hazamenjünk. Azt hittem, jó neked itt. Igen, jó. De otthon is jó. Ott van a családunk. És várnak. Én jó ura. Amióta csak az eszemet tudom, vágyom az országodba. Sok kalandot megéltem e világban, de semmi nem tompította e vágyat. Tudom, nem vagyok érdemes rá, de ha megengeded, leteszem eléd a kardomat cserébe az örömért, hogy láthassam az országodat. A nemes lelkek mind hazára lelnek nálam, bármi apró testben lakjanak is. Ó, felség! Nincs nálad erre érdemesebb. Most hát én... Így van. Szabad? Hát, rendben van. Most az ez ott... Éljék veled, Lucy. Ne sírj. Én ezt nem értem. Többé nem is látlak. Soha. Micsoda rejtélyes ember vagy te. És micsoda hős.
Nagyon megtisztelő, hogy a harcostársad lehettem. És a barátod. Ez többé nem kell. Utoljára vagyunk itt, igaz? Igaz. Felnőttetek, kedveseim. Akárcsak Peter és Susan. Meglátogatsz majd ott is? Vigyázok majd rátok, mindig. Hogyan? Nálatok másként neveznek. Ismerj meg azon a néven. Azért kerültetek ide Narniába. Azért ismerhettetek meg itt. Hogy otthon rám találjatok. Találkozunk még? Igen, kicsi lány. Egyszer. Ti vagytok az én családom. Te is a fivérem lettél. Köszönöm. Narniának szüksége lehet rád. Ezután még sokat beszélgettünk Narniáról. Aztán a háború véget ért, és ők ketten elutaztak. Nagyon hiányoznak nekem. És tudom, a narniaiaknak is. Amíg világ, a világ.
just a prayer or anything you've ever dreamed of. So when you feel like giving up, 'cause you don't fit in down here, fear is crashing in. Close your eyes. Smiling, and I
rescue.